A jelek szerint sokan megálltak a Bika vérünnep résztvevői közül, hogy megnézzék, mi történik a körön mellett felállított ringben. Pénteken és szombaton 19-19 pár mérkőzött meg egymással, a serdülőktől a felnőttekig női és férfi mérkőzések váltották egymást a szorítóban. A meghívásos versenyt színesítette az Egerben edzőtáborozó angliai Sheffieldi bunyósok fellépése, valamint több U21-es magyar kupa mérkőzést is láthatott a közönség. Dorkó Péter, az Egri Városi Sportiskola szakosztályvezetője, az Észak-Magyarországi régió vezetője elégedett lehetett a teljesítménnyel. Pénteken 11 mérkőzésből 10-et, szombaton pedig 9-ből 6-ot nyertek az Egri Városi Sportiskola sportolói. Nem vattáztuk őket, nem keressük a gyengébb ellenfeleket, hanem adattuk a, ugye Bereszőnek például adattuk 54 kilóba váltott most fel 52-ből, adattuk az 57 kiló egyik legjobbjának, legyőztük, megvertett, ugye képességet tudjuk, nem féltettük, de nem vigyázunk a gyerekeinkre abból a szempontból, hogy itthon igenis harcoljanak, küzdjenek, ne legyenek könnyű győzelmeink. Egy könnyű győzelem azért született a szombati nap utolsó találkozóján a férfi elit kategória 64 kg-ban az egri Könnyű Róbert a Vasas bunyósával Holzinger Alexel mérkőzött. Könnyű látványos mérkőzésen egyhangú pontozással nyert fővárosi ellenfelével szemben. Ezzel a teljesítménnyel ő lett a nap embere.